egyet mondunk, s egyet gondolunk. Az ismerős arcok zenekar ismert slágerét, a Nélküled című dalt énekelték családi és baráti társaságok összeölelkezve Szekszárdon, a Béla Király téren szervezett szilveszteri, szabadtéri retrodiszkón. Több száz ember látogatott ki a 2019-es évet búcsúztató és a 2020-as évet köszöntő rendezvényre. A tavalyi évet többen sikeresnek könyvelték el. Volt olyan pár is, akik 2019-ben mondták ki a boldogító igent. Most gyerekükkel érkeztek ki a térre. Hát régen többet jártunk, de mióta a gyerekek megszülettek, azóta sajnos nem nagyon van időnk bulizni. De most őt is elhoztuk, ez az első bulija. Éjfélkor a himnusz után Ársezső Szekszárd polgármestere köszöntötte az ünneplő tömeget. Kiemelte, a 2020-as év az összetartozás éve kell legyen Szekszárdon. Ennek megvalósulásához kérte minden szekszárdi lakos támogatását. Mi más kívánhatnék a következő évre mindenkinek, hogy a családjában, munkájában, a magánéletében, hivatali életében legyen sikeres, kísérje egészség, sok siker az a munkát, amit a következő évben majd el kell végeznünk és ki kell fejtenünk. Ehhez kérem minden szekszárdinak a segítségét és támogatását. Szekszárdon több perces tűzijáték show zárta a kültéri, szilveszteri eseményt. Pakson sokan választották a város főterét, hogy együtt búcsúztassák el 2019-et. Az este során koncertek váltották egymást, majd éjfél után a város polgármestere mondott újévi köszöntőt. Szabó Péter arról beszélt, hogy Paks életében 2019 igazán mozgalmas esztendő volt, és 2020-ban sem lesz ez másként. Számos beruházást, felújítást szeretnénk megvalósítani, és szeretném kérni ugyanúgy, ahogy a 2019-es esztendőben is tették ezt az együttműködést, pozitív hozzáállást, és természetesen a pozitív kritikát is szívesen fogadjuk majd. Szekszárd és Paks mellett Tolna megye több településén is utcabálok és ingyenes rendezvények várták a helyieket, hogy az emberek együtt köszönthessék 2020-at.